A rendezvényre meghívott vendégeket Tóth József, Halmaj polgármestere üdvözölte, majd örömét fejezte ki, hogy régi vágyuk, a közbiztonság további növelése megvalósul a településen, a megvalósított projektek keretében. A belügyminisztérium által kiírt pályázat keretében 5 millió forintot nyert el Halmaj önkormányzata a körzeti megbízott iroda külső-belső felújítására, melyet a Start közmunkaprogramban résztvevők valósítottak meg. A kistérségi térfigyelőrendszer is kiépítésre került, amellyel régi vágyuk vált valóra az itt élőknek. Hát az elmúlt egy évben valósítottuk meg a most átadott fejlesztéseket. Hát döntően a közfoglalkoztatás keretében munkanélküliek foglalkoztatásával újítottuk fel a körzeti megbízotti iroda épületét. Kívül belül megújult ez az épület, a belügyminisztériumtól nyertünk több mint 5 millió forint támogatást anyagköltségre, és az épületet teljesen új bútorzattal láttuk el. Ez is több mint egy fél millió forint értékben egységes bútorzattal rendeztük be a körzeti megbízotti irodaépületet. Az elmúlt évben nyertünk közel 9 millió forint támogatást térfigyelő rendszer kiépítésére. Ennek a térfigyelő rendszernek a kiépítése során 17 darab kamerát épített ki a kivitelező a közterületeken, és ennek a kamerarendszernek a szerver központja ez itt a KMB épületben került elhelyezésre, és ide kerül körülbelül még további 14 településnek a térfigyelő rendszere bekötésre, és az általunk kiképezett két közterület felügyelő fogja a rendszereket felügyelni, és ez a szerver egység ez több mint egy hétig tárolja az adatokat, amely nagyban javítja majd a térség közbiztonságát. Azért, hogy javítsuk az embereknek a biztonságérzetét, javítsuk a létbiztonságát, a vagyonbiztonságát, ezért fontosnak tartottuk azt, hogy kisebb-nagyobb bűncselekményeket is megelőzünk, egyrészt visszatartó ereje is van ennek, másrészt pedig a felderítésbe is nagy hatékonysággal tud majd működni ez a rendszer. A térfigyelő rendszert az Arnóti Olá és Társa Kft. Munkatársai építették ki. A projekt keretében 17 kamera került felhelyezésre a közbiztonság növelése érdekében, valamint a bűncselekmények megelőzésére is szolgálnak majd ezek a biztonságtechnikai eszközök. 17 kamerát szereltünk fel a településen, ezeknek a rögzítése történik itt a központban, és itt vissza is lehet nézni a felvételeket, és az élőképet is lehet nézni. Egy hónapja kezdtük el a kivitelezést, egy hónap alatt sikerült pengélyre állítani az egész rendszert. Közbiztonság javulását várják ettől a projektől, és bűncselekmény felderítésében is segítséget fog nyújtani a kamerarendszer. Az eseményen részt vett Janza Frigyes, nyugalmazott vezérőrnagy is, aki beszédében kiemelte, hogy a közbiztonságot a társadalom teremti meg, a rendőrök, a polgárőrök csak betartatják a törvényeket az állampolgárokkal. A vezérőrnagy többek között arról is szólt, hogy a magyar emberek és a fegyveres szervek csak összefogással együtt lehetnek eredményesek a bűncselekmények megelőzésében. Janza Frigyes kiemelte, hogy hisz a magyar állampolgárok jogkövető magatartásában, majd ehhez hozzátette, hogy a rendőrség képes arra, hogy a civilekkel összefogva megteremtse hazánkban a békét. Lakatos Tibor, az Országos Rendőrfőkapitányság közrendvédelmi osztályvezetője felemelő érzésnek nevezte azt, hogy olyan közösségbe érkezett, ahol békében, nyugodtan, bűncselekményektől mentesen akarnak élni. Közbiztonság nem teremthető meg önállóan a rendőri szervek munkájával, kell hozzá, hogy az önkormányzatok, a társadalmi állami szervezetek és természetesen a lakosság is áldozatot vállaljon ebben a kérdésben, hiszen csak összefogva együttműködés keretében valósulhat meg az, hogy egy településen rend, béke és nyugalom van. Egy óriási megelőző lehetőségek rejlenek ebben a kamerarendszerben, ahogy az önkormányzat vállalt azt is, hogy a köztéri felügyelőkkel és szükség esetén a rendőrség munkatársai is figyeli majd ezt a rendszert, úgy azt gondolom, hogy ezzel párhuzamosan mindent meg tudunk tenni annak érdekében, hogy a bűncselekményeket megelőzzük, hiszen a rendőri reagálás is sokkal gyorsabb és hatékonyabb lehet egy-egy ilyen esetben. Én remélem és bízom benne, hogy hasznot fog ez hozni a településen élők számára. Mennyi Roland országgyűlési képviselő köszönetet mondott Tóth József Halmaj polgármesterének az elvégzett munkáért, majd gratulált a megvalósításhoz. Az országgyűlési képviselő szerint a biztonság akkor értékelődik fel egy közösségben, ha az nincs.
Az is elhangzott, hogy ezen a napon nem egy épület felújítását ünneplik, hanem azt az eszmét, amiért egy település kiáll. Az épületet Varga Béla esperes áldotta meg, majd a körzeti megbízott iroda bejáratánál kifeszített nemzeti színszalagot Lakatos Tibor, az Országos Rendőrfőkapitányság közrendvédelmi osztály vezetője vágta át. Ezután a meghívott vendégek megtekinthették a felújított épületet és kiváló minőségben kiépített térfigyelő rendszert Halmajon.